Ahogy az már szokásosnak mondható, a dobó ese ismét egy páros kalapácsvető viadallal emlékezett német pára. Az erőpróbán 9 duó lépett dobókörbe, mindegyik tandemben egy férfi, illetve egy női sportolóval. Az indulók között ott volt Pars Krisztián is, aki versenyen kívül próbálkozott meg egyéni csúcsa megdöntésével. Sajnos az elmúlt évek folyamán, ugye még meg volt rendezve a német pár emléklap, nem tudtam itt részt venni, hiszen ugye nagyon sok verseny meghívásom volt, és azoknak tettem eleget, és most pont úgy adódott, hogy itthon vagyok, éppen holnap utazunk majd a csapat Európa kupára. A dobóese olimpiai bajnokának végül is sikerült elérnie a célját, ugyanis a 6 kg-os szerrel kereken 91 métert ért el, ami számára új egyéni csúcsot jelentett. A népes közönségnek pedig egy hatalmas élményt, ugyanis ekkora dobást bizony még a szakemberek is csak ritkán látnak. Remélhetőleg német pár is figyelemmel kísérte az égi tribünről tanítványa remeklését. Nekünk amúgy is minden nap egy olyan nap, amikor minden nap eszünkbe jut, de ez egy különleges, ilyenkor ugye összegyűlnek a barátok, összegyűlnek a volt versenyzők, jelenlegi versenyzők, és hát egy nappal adózunk édesapám emléke előtt. Bízom benne, hogy ezek az eredmények, amik a mai nap születtek, hogy ezeket ő föntről látta és elégedett azzal, amit most folyik. A versenyen nem csak Pars Krisztián tett ki magáért, hanem a páros viadal résztvevő is határozottan jól szerepeltek. A színvonalas csatából végül a horvát Bálint Nikola Lomnicska duó került ki győztesen, azaz ők nyerték a különleges erőpróbát.